Hamarosan újabb forrásból is érkezhet Magyarországra földgáz, méghozzá a türk államok részvételével. Erről a külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter beszélt az országok budapesti miniszteri találkozója után. A tanácskozáson elhangzottak szerint a közép-ázsiai országokkal a gázbeszerzés mellett nukleáris téren és a zöld energia hasznosításában is együtt tud működni Magyarország. Budapesten találkoztak a türk államok szervezetének energiaügyi miniszterei, hogy megvitassák az aktuális energiapiaci és energiabiztonsági helyzetet. És persze szóba került Magyarország együttműködése is Törökországgal, Azerbajdzsánnal, Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal. Magyarország energiabiztonsága sem a jelenben, sem a jövőben nem garantálható a türk államok nélkül. A külgazdasági és külügyminiszter a tanácskozás után arról beszélt, hogy Magyarország hosszú távú szerződésekben garantált ellátása, vagyis az orosz gáz behozatala Törökországon keresztül biztosított. Tavaly például 4,8 milliárd köbméter érkezett a török áramlatvezetéken. Ha pedig a jövőt nézzük, akkor számunkra a legreálisabb forgatókönyv új földgázforrások bevonására Magyarországon az Azerbajdzsánból adódik. Politikai megállapodás született arról, hogy az idei esztendőben már elindul mintegy 100 millió köbméteres mennyiségben a földgázszállítás Azerbajdzsánból, és egy hosszú távú szerződést fogunk felépíteni, amely körülbelül egy 2 milliárd köbméteres évenkénti szállítást fog megcélozni. A tranzit, tehát az energia szállítása Törökországon keresztül történik majd, erről is megállapodtak már az érintett országok. Az ehhez szükséges fejlesztések érdekében Magyarország összefogott Bulgáriával és Romániával. Az erről szóló megegyezést április végén írják alá. Az energiabiztonság érdekében egy kiegyensúlyozott, hosszú távú ellátási rendszert kell kialakítanunk, úgy, hogy a nyersanyag és annak szállítása is mindenkor biztosított legyen. Erről már a török energiaügyi miniszter beszélt, aki az országok közötti hatékony összefogásnak a fontosságát szorgalmazta, amelyben a megújuló energiák előállítása kiemelt szerepet kap. A zöld energia egyik meghatározó beszállítójává szeretne válni Azerbajdzsán, és tovább növelni földgáz exportját az Európai Unióba. Erről már a kaukázusi ország szakminisztere beszélt. Magyarország az egyik legfontosabb partnerünk abból a szempontból, hogy kiterjesztjük gázszállításainkat az EU-ba, illetve hogy zöld energiát szolgáltatunk majd Európának, ezen belül Magyarországnak is. Mondta az energiaügyi miniszter, aki megerősítette, hogy már idén jönni fog azeri gáz Magyarországra. A megbeszéléseken az atomenergiáról is szó esett. A magyar külügyminiszter kifejtette, hogy a türk államok szervezetén belül nagy lehetőség nyílik a nukleáris együttműködésre, hiszen Törökországban azonos technológiával és kivitelezővel épül atomerőmű, mint Magyarországon. Ráadásul Kazahsztán és Üzbegisztán a világ vezető urántermelői között van. A háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta bizonytalanságok miatt a kormány úgy döntött, hogy a biztonsági gázkészlet mellett a tavaly beszerzett különleges készlet is a hazai tárolókban marad. Ez már az Energiaügyi Minisztérium közleményében olvasható. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 1,2 milliárd helyett összességében több mint 1,9 milliárd köbméter védett állami földgáz tartalék segíti a megfelelő felkészülést az ősszel kezdődő újabb fűtési szezonra. A közleményben kiemelték, hogy az Energiaügyi Minisztérium az átlagfogyasztásig fenntartott rezsivédelem mellett a hazai fogyasztók ellátás biztonságát is megőrzi.